érdekes hozzás szól, a Földművelésügyi Minisztérium eredet védelemért felelős helyettes államtitkárságának titkárságvezetőjét. Nagyon szépen köszönöm a szót, és szeretettel köszöntök mindenkit. Külön szeretném megköszönni a Attilának, hogy megkeresett minket, és hogy már az elejétől együtt gondolkodhattunk ezen a rendezvényen. És ugye az eredetvédelemért felelős helyettes államtitkárságunkhoz tartozik a szőlő- és bortermékpálya teljes spektruma, illetve ehhez még hozzájön ugye a pálinka témája is. És ezt azért említem meg, mert hogy a rendezvényen a Nemzeti Borkiválóság programok is részt vehetett, és a kiadványainkon a Borkiválóságok könyvével biztosíthatunk egy kis ajándékot a résztvevőknek, és ezt szerintem közösen erősítette egymást, hogy mi is átadtattuk azokat az elveket és eszméket a résztvevők felé, amiket a Borkiválóság program által szeretnénk elérni. És szeretnénk tolmácsolni Gál Péter helyettes államtitkár elismerését, és azt, hogy ezt továbbra is szeretnénk támogatni, és reméljük, hogy a második ilyen rendezvényen is támogatói lehetünk a FIV rendezvényeteknek. És a rendezvényeken ugye megjelentek a termelők, és a borkiválóságok termelői is, ahogy én tudom. Én Balatonfüreden vettem részt a rendezvényen, és ezt köszönöm neked, hogy ott oda is meghívást kaptuk. Én azt hiszem mindenkit köszönet illet, aki a bor és a sportszakma támogatóivá váltak ezzel a rendezvényen, úgyhogy köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Zsuzsa. Különösen hálás vagyok Szemmel Attilának azért, mert esetében Csabáit bemondom.